Tehát itt állunk Jakab Péterrel, Jobbik elnökével, Kálló Gergely és a Jobbik Újabb-Dunaújvárosi győzelme után. Hát ugye egyszer nyert a Jobbik egyedül nagy részvétellel, aztán egyszer nyert összefogva nagy részvétellel, most nyert összefogva kis részvétellel. Ön mit gondol, mi volt a mostani választás fő sajátossága, illetve miben különbözött az előzőktől? Hát talán a legkülönösebb momentum ennek a választásnak az volt, hogy alacsony részvétel mellett is bődületesen meg lehet verni a Fidesz, hogyha az ellenzék képes együtt dolgozni. Ez egy innováció. Lényegében a Fidesz az elmúlt évekhez hasonló módszerekkel kampányolt, ott nem volt semmiféle újdonság, de az, hogy az ellenzék képes volt egy országgyűlési választás szintjén is megmutatni azt, hogy egységben az erő. Ez egy olyan innováció, amivel egyelőre nem tud mit kezdeni a Fidesz. Tehát a centrális erőteret sikerült legyőzni, és hogyha ezt megtesszük, akkor úgy tűnik, hogy a kormánypárt számára nincs menedék sehol. Én azt gondolom, hogy ez a recept működőképes lesz 22-re. Most tényleg az a feladat, hogy ne csak itt, hanem 106 választókörzetben meg tudjuk találni azokat az alkalmas és hiteles jelölteket, akik be tudják majd húzni az X-et a maguk neve mellé, és ezáltal nem csak a kétharmadot, de a Fideszt is le tudjuk győzni 22-ben. Az alacsony részvétel ön szerint nem ingatja meg kicsit azt a tézist, hogy az összefogás minden kétséget kizáróan működik? Sokkal inkább megerősíti, hiszen az alacsony részvételből eddig mindig azt a következtetést mondtuk le, hogy a Kubotov lista nagyon működik, és a Fidesz mindenkit el fog vinni, akit el tud vinni egy szavazás alkalmával, és akkor behúzzák a X-et. De úgy tűnik, hogy ha a centrális erőtér működik, akkor ez így van. De hogyha megbukik a centrális erőtér, és kétpólusúvá válik a politika, akkor ez a tézis megbukik, és bizony az ellenzék is képes megszólítani a választók egy olyan elkötelezett magját, aki akár még egy időközi voksolás esetén is elmegy, és egy jó idő ellenére is. Hiszen ma tényleg jó idő volt, tehát a választásoknak ez nem biztos, hogy annyira kedvez, de mégis elmentek az emberek, és a megfelelő helyre húzták az X-et Kálló Gergelyre. Holnap folytatódik a parlamenti munka, mit látnak, mivel fogják kezdeni a tavaszt? Hát mi az igazságot fogjuk tolmácsolni, az az igazságot egyébként, amit a magyar emberek most megüzentek, hiszen tényleg hát a jóistennek van humorérzéke, hiszen ma Orbán Viktor elmondta az évértékelőjében, hogy lényegében az elmúlt 100 évből az utóbbi 10 volt a legkiválóbb, tehát tényleg csillagosötösre értékelte a saját munkáját. No, de hát a választók meg azt mondták szinte kétharmados többséggel már, hogy ők abszolút nem így látják, és tényleg elegük van abból a hatalom technikából, amit egy gyűlölet kampány formájában a Fidesz kitesz az asztalra. Az emberek nem ezt akarják. Az emberek jólétet akarnak, gyarapodni akarnak, kormányzati teljesítményt várnak el, akár a miniszterelnöktől is. Ha ez nincs meg, akkor nekünk az lesz a feladatunk holnap, hogy ezzel szembesítsük a kormányzatot, és csak kívánni tudom egyébként az ország érdekében, hogy Magyarország miniszterelnöke tanuljon már végre ezekből a pofonokból, és kezdjen el dolgozni az ország érdekében, mert 2 év azért még sok idő, én nem szeretném elvesztegetettnek hinni ezt a 2 évet. Köszönöm szépen. Na, legjobbakat. Örültem. Köszönjük szépen.